Immáron hatodik alkalommal csendül fel a film történelem egyik legismertebb taktusa, hiszen Ethan Hunt és csapata ismét akcióba lendül egy lehetetlen küldetés keretein belül. De vajon utoljára? Őszinte leszek, a széria legújabb felvonása már a címében is sokat ígért, hisz az utóhatás mégiscsak azt sugallta a néző számára, hogy ezúttal Hunték tevékenységeinek végre következményei is lesznek, ami megadta az alaphangulatot a filmhez. A fáradhatatlan Tom Cruise és az előző részt is jegyző Christopher McQuarrie rendező pedig nem is árultak zsákomacskát, mert bár sokat nem változtattak a jól bevált recepten, mégis emeltek a téten, aminek köszönhetően talán a franchise legjobb darabját sikerült összerakniuk nekünk. A történet közvetlen folytatása a Titkos Nemzet alcímmel ellátott résznek, melyben ezúttal az Apostolok nevű szervezet keseríti az IMF életét, akiknek komoly gyanúba sikerül keveredniük, miután elveszítenek 3 plutónium töltetet egy balul elsült küldetésük során. Huntnak döntenie kellett, egy élet megmentése miatt az egész világ veszélybe került, és ezúttal úgy tűnik, hogy a végzet se kerüli el a hőseinket. Nos, úgy gondolom, nem árulok el vele nagy titkot, ha azt mondom, az utóhatás a legnemesebb égköve lett a szériának, ami minden tekintetben igyekezett kiszolgálni a rajongókat. Hisz ahogy már a bevezetőben is mondtam, a készítők emeltek a téten, és olyan eseményláncolatot kerekítettek az amúgy általuk sokatszor újra gondolt sztori köré, hogy az fináléként is bőven megállná a helyét. Az akciófilmek szerelmesei és a kémműfaj kedvelői is maximálisan elégedettek lesznek a látottakkal, hisz a mester ilyen megkoreografált harcjelenetek és a látványos akciózás tesz érte, hogy egy percig se legyen megállás, az adrenalin szintünk is az egekben legyen a játékidő teljes egész alatt. Fontos megjegyezni, hogy a töménytelen mennyiségű akció ellenére se érzi az ember, hogy buta filmet nézne. Az alkotók nem érték be csupán annyival, hogy egy újabb lélegzetellállító küldetésre invitáljanak bennünket, éppen ezért a sztori is megfelelőképpen csavaros, ami miatt bőven tartogat számunkra meglepetéseket a cselekmény. Az atmoszféra pedig minden eddiginél sötétebb, amiből vastagon kiveszi részét a Sean Harris által zseniálisan alakított Solomon Lane visszatérő karaktere is, aki minden egyes mozivásznon való megjelenése során ellopja a showt a többiek elől. Ennek fényében nem is csoda, ha a játékidő során ezúttal csak mérsékelt számban kapunk humort, vagy könnyedebb jeleneteket, amiknek feladata leginkább az lesz, hogy egy-egy feszült szituáció után legyen lehetőségünk kicsit kifújni magunkat és összegezni a látottakat. Az utóhatás legfőbb erénye számos érdeme mellett mégis az, hogy a sztorinak lett lelke, hisz az IMF csapata mára a szívünkhöz nőtt, és ami még fontosabb, hogy Ethan Hunt kulcsfigurája mellett mára van lehetőségünk további szerethető karakterekért is izgulni, akiken ráadásul még ebben a részben is sikerült mélyíteni. Mindenki annyi játékidőt kap, amennyi szükséges. Teljesen érthető, hogy az új szereplők természetesen előtérbe kerülnek a régi társasággal szemben, ám ennek ellenére is megvannak a csapatnak a pillanatai, és nem érezzük azt egy percig sem, hogy a film elpazarolná bármelyik színészét is. Továbbá technikai oldalról se lehet panaszunk az alkotásra, hisz az operatőri munka, valamint a vágás is egyaránt profi munka, melyek által teljes pompájúban lehetőségünk van gyönyörködni az első osztályú akciókban, amiket kiváló zenei aláfestés kísér. Mielőtt azonban rátérnék az összegzésre, sajnos itt is van fekete leves. Mert a film minden érdeme ellenére is beleesett a kevesebb néha több csapdájába. Hisz bár pörögnek az események és a feszültség is csak nagyon ritkán ül le, annyi minden történik, hogy nincs igazán időnk elidőzni a karakterekkel. Valamint az sem áll jól a cselekménynek, hogy néha kifejezetten klisés és rutin munka szaga van egy-egy megoldásnak vagy szituációnak, mely kissé mesterkét értette a végeredményt az adott jelenet sor végén. Összegzésem végén azt mondhatom, hogy a Mission Impossible utóhatás című mozi nem csak hogy az év akciófilmje, de az év egyik legjobb alkotása is lett, ami maximálisan megdolgozik a néző elismeréséért, hisz alacsony korhatár besorolása ellenére is lepipál jó néhány darabot a műfajon belül. Ezáltal szórakozást nyújt az egész család számára, valamint tovább nemesbíti Ethan Hunt karakterének mára ikonikussá vált nevét is. Ha szeretnél még hasonló videókat nézni, akkor ne habozz feliratkozni a YouTube csatornánkra. Sziasztok!